én egy olyan családban nőttem föl, ahol sem a táncnak, sem a hagyománynak, a tradíciónak semmiféle gyökerei nem voltak. Egy május 1-én indult ez a dolog, én Jászberényi születésű vagyok, a szokásos majálisra, és én ott egyszer csak elkezdtem sétálgatni, és akkor valami nagyon furcsa zenét hallottam. Oda mentem, utólag volt ez számomra világos, egy néptánc előadást láttam, mégpedig a későbbi együttesemnek, a Jászsági Népegyüttesnek az első előadását láttam, ahol valami óriási, ilyen villámcsapásszerűség ír az irodalom ilyet, de elsősorban a szerelem kapcsán ír ilyet, de nem véletlenül mondom én ezt a jelzőt, hiszen ez egy szerelem volt akkor első látásra. A bátyám, akkor én 14 éves voltam, utánam jött, hogy elnevesszek a tövegbe, és látta rajtam ezt a megdöbbenést, amit ott produkálhattam, és megkérdezte, hogy neked ez nagyon tetszik? És én azt mondtam, hogy ez nekem igen. Oda vigyelek a vezetőhöz? Á, mondom, nem. Akkor még ilyen szégyellősebb gyermek voltam, de aztán, amikor szeptemberben első gimnáziumban, Lehel vezér gimnáziumban jelentkeztem, és felvételt is nyertem, és egyik nap megjelent Pap Imre az első mesterem, aki ott kémia tanár volt, de valamiképpen vonzódott a néptánc iránt, mikor azt mondta, hogy na, srácok, lányok, ki szeretne a Jászsági Népegyüttes ifjúsági csoportjába jelentkezni, akkor én már azonnal jelentkeztem, úgyhogy itt indult ez a pálya. Hát most már több mint 40 évvel ezelőtt, inkább 50 felé lesz már. Én nem vagyok zenész, és nem könnyű zenészként tetszelegni, és nem is nagyon szeretnék. Miért is fontos számomra ez a hangszer? Mert ez is egy nagyon archaikus hangszer. Nem ennek a kinézete, hanem hogyha ennek az elődjéről beszélünk, a dobról. A legősibb hangszereink egyike. Aztán persze a gyimesi és gyergyói székelyeknél, gyimesi csángóknál a középkorban még dob volt, aztán a hangszeres zene térnyerésével hát áttértek egy kicsit elegánsabb és már valamiféle európai hangszer kinézetű eszközre. Na most hát ezzel a dobot játsszák, ugye van egy ütés, és aztán van egy csípés, ugye a dobnak is általában két verővel játsszák, egyik oldal ütik, másikon csípik. A gyimesi csángoknak van egy lassú magyaros nevezetű tánca, ez egy nagyon régies tánc, a messzi középkorba vezet, valami ilyen a ritmusa. És hát nagyon, nagyon mély múlt. És tánc. Hiszen ez egy táncritmus, ez egy nagyon fontos ritmus volt a régiek életében, hisz kicsit a szív ritmusára hasonlít, ahogy hosszabb és rövidebb ütéseket váltogatja a zenész és a táncos. Annál számomra gyönyörűségesebb hang nem volt, mint amit rendszeresen hallottam, ahogy rongyáizzadva áll az ember emelkedett szívvel egy eladás végén, és ez a furcsa hang, ez valami ilyen volt, ami a nézőtérről jött felénk, ami mindent felettetett. Hát, biztosan a Metropolitanben New Yorkba táncolni az óriási volt, de ha arra emlékszem vissza, hogy széken még kisbíró dobolta ki, hogy kezdődik 8:30-kor az Állami Népegyüttes műsora, és viseletben megjelent a falu, és akkor kipillantott az ember a színpadról, hát nem sok szem maradt, azt hiszem szárazon, nem csak az enyém, hanem a táncos társaim is. Aztán persze nagyon fontos volt az első előadásom, ami az volt a cím, hogy Régen volt, soká lesz, amit még a 90-es évek elején készítettem, és az azután felhangzó taps, az utána jövő kritikák és dicséretek. Vagy aztán a későbbiek, ami talán már afelé mutat, hogy hogyan is látom én magam ebbe a világba. Talán a legutóbbi amerikai turnénkon történt,
San Franciscóban léptünk föl, és utána, az előadás után ott kint a művész bejárónál próbáltam levezetni az előadás izgalmát, hiszen már nem is tudom, hogy hanyadik, ezredik előadás után vagyok, de még mindig izgalommal ülök be minden egyes előadásra. És akkor odajött hozzám egy amerikai ember, aki azt mondta, hogy meg se fordult a fejében, hogy egy ilyen távoli, általa nem ismert ország előadását, vagy annak együttesének előadását látva arra kell gondolnia, hogy meg kell ismerni a múltját, és meg kell ismerni a gyökereit. Ez egy óriási impulzus volt, és dicséret volt a számomra, hogy ezek szerint akkor én nem csak ennek a kis Kárpát-medencei területnek a gondolatait tudom az itt élő emberek számára eljuttatni, hanem lehet, hogy ezek egyetemesebb gondolatok, lehet, hogy a hagyomány, a tradíció, a múlt, hogyha az úgy van a színpadra állítva, akkor ez egyetemes.